csodáit keres. Ha jól látom, amióta itt... ...szítettünk, 1944-ről szól, de Ludovika parancsnok... ...mit a új polgárainak az... ...sok között legyetek, akik felvirágozva... ...mást. Ha engem személyre sértéssel vádolnak, akkor ő egyenesen a mágiára kerülhet. Nem szabad titokzatoskodni a dolog körül. Meg kell neki mondani. Itt valamit... John Torod és a főcukrásztár a Louis jóváhagyását. Nagyon büszke lennék magamra, ha legalább egy-két édességemet méltónak találnák arra, hogy felkerüljön az étlapra. Már egyel is meg lennék elégedve. Abba azonban nem tudnék belenyugodni, ha egyet sem fogadnának el. Ez nem történhet meg. Úgy kell bemutatkoznom, hogy fel sem merülhessen az elutasítás lehetősége. John Torod. Örvendek, Silvana. Silvana? Silvana. Jól van, minden rendben? Hogyne. Foglalj helyet. Köszönöm. Úgy hallom, cukrászmester szeretnél lenni, igaz? Cukrászmester? Hát igen, imádok sütni, főzni. Úgy vélem, van itt néhány dolog, amin tudnék egy kicsit javítani. Lenne egy-két olyan ötletem, amelyet szerintem hasznosítani lehetne Conrad néhány éttermében. Nem ízlenek a desszertjeink? Nem tartom őket különösebben izgalmasnak. Szerintem... Nagyon diplomatikus vagy. Hát persze, hiszen csak most találkoztunk. Értem. Nem elég pikánsak, nem elég különlegesek. Mind olyan sötét színű, olyan télies jellegű. De hiszen tél van. Persze, tél van, de nem volna nagyszerű, ha az ember elmegy egy téli estén vacsorázni, és váratlanul epret vagy passió gyümölcsöt állalnának fel neki. Egy passió gyümölcsből készült felfújtat összesen lehet hasonlítani egy almatortával. Miért ragaszkodtok mindig az idén jellegű gyümölcsökhöz? Anyagi okokból? Hogy miért ragaszkodunk az adott évszak gyümölcseihez? Mert véleményem szerint mindig az a legjobb, ami az ember környezetében az adott időpontban éppen terem. Szerintem, ha alma szezon van, akkor almát érdemes használni. Most bemutatlak Tarának, a cukrászat vezetőjének. Biztosan nagy érdeklődéssel fogja hallgatni az észrevételeidet a desszertjeiről. Mielőtt új embert vennék fel, olyas valakit keresek, aki szereti ezt a munkát. Akiről látom, hogy hozzáértő és érdeklődő. Nem jó, ha valaki túlzottan önfejű vagy hirtelen természetű. Az olyan emberekkel a többiek nem szeretnek együtt dolgozni. Szükséged lesz egy köpenyre? Igen, mindenképpen. Lássuk csak, milyen méretet hordasz? Magas vagyok, karcsú és szexi. Ez nagyon nehéz munka. Fárasztó és kimerítő. Nem olyan, mint amilyennek a tévében bemutatják. Mielőtt Silvana hozzáfoghatna az édességek elkészítéséhez, fél napon át a cukrászmesterség alapműveletei terén kell bizonyítani a jártasságát. Szólj, ha segítsek! Tésztával kell kibélelnie egy tortaformát. A tészta nem ragadhat le. Figyelj, hogy mindig legyen alatta elég liszt, de azért ne túl sok. Ez Tara számára persze egyszerű, de Silvánának nem megy olyan könnyen. Ezzel megvolnék. Most a kérdés az, hogy fel tudom emelni. Úgy a legkönnyebb felemelni, ha... Hát igen, ez egy kicsit túl vékony lett. Megmutatom még egyszer. Nem ma kezdték a versenyzést. Sebastian Loeb, a Saxo-Kit Car 99 versenybajnoka és a franciaországi országos rally verseny második helyezettje. Ez... On the 24th of August, 79... Spears egyébként Justin Timberlake-kel jár, aki az amerikai NSYNC nevű fiúcsapat oszlopos tagja, mint tudjuk. Ennyit a hírekről, ez volt a Hírblokk, sziasztok! Philippet a For You öltözteti. A 10 órakor a táncreakcióban nem ígérhetek mást, mint egy igen különleges helyszínt és egy igen érdekes témát, úgyhogy számítunk mindenki figyelmére ma este 10 órakor a táncreakcióban.
február 5-től közkívánatra újra célba vesszük egymást. Én is beavatásra kerülök. Nyíltan beszélünk olyan mindenkit érintő témákról, mint... hazugság, szex, szerelem, de szívesen vesszük az általad feldobott témákat is. És a válasz elől nincs menekvés. Figyeld az egymásnak szegezett kérdések és vélemények műsorát, a Vaktöltényt minden vasárnap este 7 órától, csak itt az E-pluszon. Vasárnap a Sztárlatban egy olyan csapatot látok vendégül, akik immár több mint 12 éve töretlenül zenélnek, és népszerűségük azóta sem hanyatlik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy legújabb megjelent albumuk már is aranylemez lett, ami 12 év után mondjuk meg, hogy tényleg szép eredmény. Ha valaki esetleg nem tudná, akkor elárulom, hogy a Republikról van szó. Was, Sie sollten operieren? Ist nur Bronchofortun! Ah, wir sind die Kräuterpolizei! Bronchofortun-Kapseln, klein und stark! Erwachsenen-Spendern mit sogenannten... Was segíteni rajta, Doktor úr? Talán. Ábrándozott, hogy holnap után ide jönnek az amerikai csapatok, kikergetik a szovjet csapatokat, és elpusztítják a kommunistákat, és itt megint egy burzsoá rend lesz. A kommunisták és Rákosi és környezete abban bízott, hogy nem hagyják el, de nem tudták biztosan. 1947 áprilisában járt kint Moszkvában Rákosi Molotovval tárgyalni, és a Molotovtól is megkérdezte ezt a kérdést, hogy maradnak a szovjet csapatok, vagy kivonulnak. A válasza a Molotovnak az volt, hogy az osztrák államszerzés ügyében még valószínűleg csak jövőre döntünk, tehát egy évig még maradnak a szovjet csapatok. Tehát a